állok a rettegben. Nos, most itt egyébként kajáltunk a Dirám Kuttiban, ugye? Azaz, nem, Geri? Dirám Kuttiban. Egy ilyen hamburgeri kameó is. Egy ingyenes, nem kell, most csak én. Nem akarom. Na, akkor itt bemondom itt. Minden esetre voltunk a Dirám Kuttiban, az egy ilyen vega, ingyenes, a végén kell valamennyit adományozni kajáda. Jó volt, kajáltam lencsét, azt meg kell hagyni, és rám jött a szarhatnék, most már ideje, el kéne mennem mosdózni. Szóval el fogok menni itt az IKEA-ban, fektettek egy kábelt, és utána körbenézünk, ha vannak vicces emberek, akiket találunk, akkor velük beszélgetünk esetleg. Ja, és persze megcsináljuk azt a mai videóötletemet, ami elég jó lesz. És igazából a mai videóban csak annyit azt terveztük, hogy lányoktól nyilván, de akár fiúktól is. Nem, az gay lenne. Olyat fogunk csinálni. Ha megint megfleggelni fogjuk. Hogy felelsz, hogy merszezünk, és a merésekre kitaláltam nagyon jókat, és ha a meréseket sikeresen megcsinálják, akkor kapnak különböző ajándékokat. Nyugi, ne várjatok el sokat, ez nem egy ilyen Mr. Beast videó lesz, ahol fognak kapni, nem tudom, pár ezer dollárt. Megmutatom, mit fognak kapni az emberek. A lányok. Két opciójuk lesz. Első opció nem más lesz, mint csak nem egy 100 mg-os vitamin. Abban amúgy én is szívesen kapnám. Na, azt mondom, hogy meg se kínáltak. Másik opció pedig a Dirakutiból szerzett gaungararga, nem tudom, valamilyen süti. Barátom azt mondta rá, hogy 1-10 egy olyan rossz. Szóval igen, ebből a kettőből, de nyilván ebből sem egy egész csomagot fognak kapni a lányok, hanem csak egy falatot, mert nincs 10 darabunk. Szóval igen, na jó van, én szerintem elmegyek, nagy mosdózom egyet az IKEA-ban. Nos, minden esetre készültem egy tippel. Nem tudom, tudjátok-e, hogyha itt van jizzmester. Igen, akarom mondani, rizzmester. Meg jizz megalkotója. És, nos, ez nagyon fontos. Elég fontos. Ha szeretnél eljutni arra a szintre, hogy irgalmatosan smooth, irgalmatosan lazán, simán, jobbnál jobb, viccesebbnél viccesebb, élvezetesebbnél élvezetesebb interakciókat tudjál összegyűjteni szinte bárkivel, jó, főleg lányokat, azért igen. Viszont ha mondjuk még félsz az elején, azt tudom javasolni neked, hogy nem fogom itt Gerit mondani. Jó, back. Akkor csináld azt, hogy megpróbálsz nem feppelni. Volt egy régi mentor, csak olvastam az egyik könyvét, David X, aki nem más, mint azt mondta, hogy ha félsz oda menni lányokhoz, 2 hónapig ne verd ki. És ő, kérem szépen, ez teljesen így van, mert hogyha már alapból félsz oda menni a lányokhoz, az nem fog segíteni, hogyha mondjuk tegnap éppen aznap kiverted a WC-n. Mert a kiverés az sokszor sajnos shame. Hogy van a shame magyarul? Mi? Szégyenérzetet fog adni neked. És ha még azt a szégyenérzetet összekombinálod azzal, hogy már alapból félsz lányokhoz oda menni, akkor nagy szarban vagy, nehéz lesz. Nos, de én sem azt mondom, hogy én sosem szoktam kivárni. Megessék velem is, nem tudom, előző éten valamikor, de van egy tippem. Tudok egy tippet mondani nektek. Minden egyes alkalommal, amikor rátok jön az a rohadtul érzés, hogy ú, basszus, most már úgy érzem, hogy ki akarom verni, azt kell csinálni, kérlek szépen titeket. Azt üzenem mindenkinek. Akkor tudod, mit kell csinálni? Próbálj meg 10 percig meditálni. Ott helyben. És én azt szoktam magamnak mondani, hogy jó, ha 10 perc meditálás után még mindig úgy érzem, hogy ki akarom verni, jó, akkor kiverheted. De hogyha általában, ha tényleg le tudod ülni a 10 percet, és beadod a 10 perc meditációt, akkor általában el szokott múlni az az érzés. Mert a meditáció az... Viszkötött az orrom. Mert a meditáció az abban segít, hogy az ilyen impulzusaidat, az ilyen hirtelen jött érzéseket, amik általában hosszú távon negatívan szoktak hatni, azokat jobban tud kontrollálni. Ilyen például az, hogy most már akarok bengelni egy lányt, vagy valami, és akkor inkább kivered. Szóval, hogyha még kezdő fázisban vagy, akkor ez egy nagyon jó tipp, hogy kezdj el 10 percig. Ha 10 percet nem bírsz, akkor 5 percig. Ha utána még úgy érzed, hogy jó, ki akarom bengelni, jó, akkor kivenkeled. Most vagyok úgy vele, hogy nem tudom eldönteni, hogy most furra
belefoglaljátok a helyem. Nem tudom eldönteni, de ne túl közel. Most vagyok azon a ponton, amikor nehéz eldöntenem, hogy én most tényleg csak a felkapott videókat chase-elem, hogy azok után, hogy... Mi a chase-elni, az hogy van? Vadász. Üldözni? Ja, hogy a fe... Most azon a ponton vagyok, mert hallottam egy híresebb videósról, Hamzától, hogy ő azt mondta, hogy ne felkapott videókat csinálj. Ne az legyen a célod, hogy mindig felkapott videókat csinálj, hanem, mert mindig, amikor felkapott videókat csinálsz, az ilyen crazy dolgokat. Én nem csinálok crazy dolgokat, nem? Mert aki mindig csak crazy-ebbnél crazy-ebb, őrült dolgokat csinál, csak hogy megtekintéseket kapjon, azok az emberek nem fognak sokáig fönn lenni YouTube-on, mert elvesztik az autentikusségüket. Jó, de vannak Mr. Beast, akik például, ő egy ilyen outlier, ezt mondta Hamza, hogy ő egy ilyen külső ember. Szóval igen, nem tudom, hogy most már csak contentért megyek oda lányokhoz, vagy nem. Őszintén nem. Most egyetemen is egy csomó lányal csak beszéltem, mert fun. Mert vicces és érdekes. De ja. Itt voltam az Őrsözért terén, és észrevettem 3 embert, akik eléggé félnek tőlem. Közelebb jövök. Mondjátok el, miért kell tőlem félni? Tessék, valaki mondja. Itt a mikrofon, de igazából, ha úgy mondjátok, akkor úgy is lehet hallani. Csak hogy miért kell, miért feltetek tőlem? Mert letámadsz embereket. Mármint csak beszélgetni, nem? Igen, igen. És ezzel mi a baj? Kínos kérdéseket raksz fel. Kínos kérdések? Igen. Akkor tudod mit? Nem kérdések lesznek, hanem merések. Jaj. Júj. Jó? Jó, oké. Akkor kezdeném, ki a legbátrabb, mert akkor annak mondanám az első ötletemet. Te bátornak tűnsz. Igen. Hogy hívnak? Hogy hívnak? Anna. Adri? Én osztályomban is volt egy Adri. Mi? Na. Anna. Jó. Na, Anna. Akkor a merésed az elég egyszerű lesz. Ha megbírod csinálni, aztán mondjuk egy véleményt is mondasz, akkor adok neked valamit. Jó. Ilyen social experience? Micsoda? Milyen nyelven beszélsz? Nem, ez egy... Akkor nem kell oda mennem emberekhez. Nem, csak meg kell... Egyszerű lesz, amit meg kell csinálod. Mondhatom? Mond. Csak a készen állsz, Anna. Hát. Jó. Egyszerű a merés, csak annyit kell csinálod, hogy szagold meg a cipőm. Tessék. Aztán mondj egy véleményt róla. Hát ide érzem meg, büdös. Fogd meg. Tessék. Aztán mondj egy véleményt róla. És a szavarak? Fú, ide érzem, bazd meg. Ide érzem, nem kell megszakolni. Miről beszélsz? Nem tudom, miről beszélsz. Csíj, apukával a Deichmannban lehet kapni ilyen fresh dolgot. Cipőspérre gondolsz? Ja, igen. Tök faszom, ha befújod így hetente. Hát figyelj, mindegy. Mivel nem csináltad meg a merést, ezért sajnos... De megcsináltam ide jössz. Is. Jó, oké, tudod mit? Mivel megcsináltad, ezért megkóstolhatod ezt a kreálmányt, amit... Ezt a finomságot, tessék. Jaj, ez a krisnás. Ez a krisna süti. Mi a véleményed róla, hogy ilyen kedves voltam? Ha? Elképesztően, el vagyok. Jó, na, akkor... Így mosolyog most. De nem az egész a tied. Igen? Egy falatot kaphatsz belőle. És utána mondod a tanácsot. Na, utána meg... Igen, mert csak egy darabom van, és még másoknak is kell jutalom falat. Na, come on! Akkor felbontsam neked? Elloptátok a Krisnát? Tessék, megetetlek. Csak egy falatot, kóstold meg. Érted, ez nem olyan, mint a rizesített kávé. Nagyon jó. Na, ezt majd adod a másik. Hát így fogom adni. Na mindegy. Jó, következő merés, az neked lesz. Az neked lesz. Neked. Igazából azon gondolkoztam. Ha kibírod nevetés nélkül ezt a következő dolgot, akkor kapsz egy másik ajándékot. Egy ugyanilyen krisnát? Nem. Ennél jobbat. Mehet?
Jó, ki kell bírnod nevetés nélkül azt, amíg én csinálok rajtad egy Mátyás király levelet írt. Nem tudod, mi az? Tökéleted. Olyan, mint egy hátmasszás, csak egy másfajta verziója. Az nagyon jó. Nagyon jó, bízve nem. Ülj le oda, én pedig ide beülök a helyedre. Leülj a földre. Én ide bejövök, Anna fogja a mikrofont. Elmondom, ez micsoda, jó? Nos, úgy kell ezt megfogni, egy gyors mikrofon. Azért, hogy ezt a részét ne takard, de te meg ne takard el a kamerát. Hogy ezt a részét ne fogjad le. Ezt a részét ne fogjad le. Mert ez a része az, ahol ha beszélsz vele valamit, akkor az nagyon hangos lesz. Szóval ezt a részét ne takard. Akkor mit nem szabad letakarni? Hát a mikrofon. Igen. Ezt a részét ne takard le. Igen. És úgy fog meg, hogy ezt a részét nem takarod le. Szóval így, valahogy így. És közben, hogyha esetleg jön a szél, akkor így próbáld meg valamennyire bevédeni. Jó. Mert? Jó. Meg tudod csinálni? Hát, na. Jó. Jó. És nézd, mondjuk, hogyha ő ideül, akkor így valahol így tartatod. Ha én beszélek, esetleg ide teheted, vagy esetleg oda. És így kell mikrofont tartani, hogyha esetleg te is YouTuber leszel. Akarsz egy amúgy egy jó YouTube tanácsot? Mert elsőszem adok neked egy jót. Akarsz ilyen TikTokot meg YouTube-okat csinálni? Nem. Akkor nem kapsz semmit. Jó, akkor ülj ide, és ha kibírod, akkor adok neked valamit. Egyszerű. A Mátyás királyt úgy kell csinálni, hogy én is régen ezt az iskolában kaptam egy lánytól egy ilyet, és nagyon jól esett. Viszont ilyen csikis is volt egy kicsit, meg egy ilyen érdekes volt. Figyelj, nem. Tudod mit, mondok inkább egy viccet, és ha azon nevetsz, akkor veszítettél, jó? Miért nő moha a patkány hátán? Azért, mert túl sokat volt a csatornában. nem értetted? Nem. Nem nevettél? Jó, gyere. Jó, oké, nem kell tovább ülned. A te jutalmat pedig nem más lesz, mint... Vissza is ülhetsz. Ezt ellopom. Nem más lesz, mint kapsz, ebből kapsz egyet. Ezt fogd meg. De az a... Ez ilyen Mikulás csomag volt. Bement az óvodás, hogy egy kivetett. Tessék. Köszönöm. Nem adhatom én? Tessék, vigyázz. Jó, rendben. Ezt visszakaphatom, kérlek? Na jó. És te esetleg kérsz valamelyikből? Adri, kérsz valamelyikből? Vagy az nem te voltál? Nem. Nem kérsz? Én amúgy kínai vagyok, ezt tudtad? Nem. Az itt a Vietnám. Kérdezik, ha nem TikTokra megy, akkor ez hova? Ő, nem tudom, ismered ezt a weboldalt. Ő sokat szokta meglátogatni. Jó, néha én is felszoktam oda nézni, de úgy hívják, hogy p***hab. Nem tudom, ismeritek? Talán. Te úgy nézel ki, mint aki szokott. Ő havi felhasznál. Diamond? Premium. Membership? Barátom azt mondta, nem ő a másik, hogy középsőnek bejöttem. Megesik? Mit csinál? Hogy ez megesik, nem? Mondom. Ja, igen. Egyébként érezni fogod te is, hogyha bejössz egy csajnak. A vibe, az energia, minden meg lesz. És te is tudni fogod, hogyha bejössz egy csajnak. Most ez egy kicsit cringe-ebb interakció volt, de lesznek cringe-ebb interakciók. Hölgyem, hogy csináljunk már egy dokumentációt önnek? Hát, csak így szeretnénk egyet csinálni. Mit szeretnék? Csak kérdezni? Egy kis XP-t farmolni social skills-ben. Akkor olyan. Azért tudom, nem sok ember csinálni ilyet, de most így szerettem volna egy kicsit felfejleszteni a szociális. Tessék kérdezni. Nem tudom igazából, mennyit szokott Minecraftozni egy nap? Mit csinálni? Nem, Minecraft nem ismeri? Nem, én már 73 éves vagyok. 73? Igen. Jézusom, én akkor azt hittem, hogy itt ilyen a 20-as éveiben van hát még. Persze, pörsz, még 50 fölött is jó lett volna, de... Fortnite-ozni szokott? Azt hagyd kérdezem már. Nem, én csak e-mailezek, illetve az okostelefonomban is csak... Ah, várjon, egy e-mail címet adhatok önnek. És akkor egybe is ki tudja mondani még az egyszer. Ez akkor Scrabby?
De elég furcsa név. Nem viccel. Tudom, hogy viccel. Na. Szóval ez már nem az én világom. Értem, értem. Mindenesetre támogatja, nem, azt, hogy a fiatalok beszélgetnek ismeretlen emberekkel, velük saját korosztályokban, hogy felfejleszték ezt a tudásokat, hogy csak úgy tudjanak beszélgetni emberekkel. Ó, nekem nagyon sokszor hiányzik egy ilyen fiatal ember, mint például... Én? Igen, mert egy hónappal ezelőtt valamivel megfertőződött a számítógépem, és csak kínai betűkkel, és csak kínai akármit... Komolyan, és nem tudtam vele mit kezdeni, és akkor kellett hívnom egy szakembert, aki végül is elvitte a gépet, letörölte róla, és újra, na minden. Hát, ha ott lettem volna én, mert amúgy esküszöm, kínai vagyok, ha hiszi, ha nem. Hát ugye. Nem hiszem. Hát nem hiszi? Ne, azt tudom, hogy a kínaiak nem kicsik, hanem nagyon nagy területen élnek, és nagyon nagy számú népcsoportról van szó, tehát van köztük kisebb, nagyobb, fehérebb bőrű, meg sötétebb bőrű, földrajztanár voltam. Ja, de én akkor egyáltalán nem nézek ki kínai. Nem. Köszönöm szépen. El tudna hitetni velem, hogy nem. De azt is, hogy igen, vagy azt nem? Azt nem tudnám elhitetni, hogy én nem vagyok, hogy én kínai vagyok. Azt el tudnám hitetni önnel, vagy nem? Nem tudom, mert így kamaszodván azért egy kis pehely van az állán, ami lehet, hogy jellemző. Régen nem borotválkozhattam. Régen anyukám nem engedte, hogy borotválkozok, és high schoolba, gimiben paraszbajszom volt. Tehát barátaim alá tudják támasztani. Nem nézett ki, ahol ti is vágjátok le, hogyha van. Kivakszol? Nem. Pont olyan, ami még a kettő között volt, a semmi és a valami között. Jó fejek vagytok. Gimiben tanítottam, úgyhogy tudom, milyenek a kamaszok. Értem. Hát rendben, akkor köszönjük szépen, hogy akkor megosztott a véleményét. És tovább, legyen egy szép napja. Legyen egy nagyon szép napja. Van, nagyon szép, mert tegnap szép estén volt, úgyhogy a mai napom is szép volt. Annak örülök. További szép napot legyen. Szép napot. Pont ez az XP-t szereztem ebben, hogy random emberekkel beszélgettem, csináltok ti is ezt, és egy idő után egy idő után fel fogtok nézni, és arra fogtok rájönni, hogy bárkivel fogtok tudni beszélni, egy buliban egy csajt észrevesztek. Nem lesz nehéz, mert ez a sok interakció még korábbról össze fog adódni, és el fogtok jutni arra pontra, hogy bazd meg, bárkivel fogtok tudni beszélni, és a leendő barátnőtök kevés fogtok tudni beszélni, és pont ezért fogjátok meg. Pont ezért fogtok púlolni egy csajt a közeljövőben, mert fogtok tudni random lányokkal beszélni. Itt vagy, Geri? Jó, induljunk!